Nagyon-nagyon nagy szeretettel üdvözöllek titeket a mai napi beszélgetésünkön. Az lesz a kérdésünk, hogy mit old meg ez a következő könyv, ami most készül és hamarosan megjelenik. A viselkedés zavarokról fogunk beszélni, és szűkös időnkben nem fér bele minden, de néhány főbb gyakoribb témát veszünk a megváltozott viselkedésekről, hogy mik voltak ezek, és hogy mi történt abban az adott esetekben, hogy ez megoldhatódjon. Az első kérdésem Kareszhez lenne, és kérlek, amikor úgy érzed, hogy szeretnél kiegészíteni, bármikor tedd meg, a teljes zavarodottsággal mit tehetünk? Hát a teljes zavarodottság az szerintem nagyon könnyen felismerhető állapot, mert az illető azt se tudja, hogy hol van, térben és időben teljesen tájékozatlan, és egész odáig is eljuthat, hogy nem ismeri fel a rokonait. Vagy az egészen közeli hozzátartozóit sem ismeri fel. Most ezeket a szerencsétlen embereket többnyire pszichiátriára viszik be, holott emögött, a viselkedés változás mögött semmi más nincsen, csak az egzisztenciális konfliktus, amit létkonfliktusnak is lefordíthatnék magyarul. Viszont ezt a létkonfliktust úgy jellemeznénk, hogy a teljes magányosság megélése. És azért a magányosság megélésének vannak, hát hogy mondjam, különböző fokozatai, kezdve attól, hogy meg nem értettség, hogy elhagyatottság, kirekesztettség, társas magány. Vannak ilyen érzések, próbáljuk szavakkal elmondani azt, ami egy érzés, csak hogy körvonalazzuk, hogy milyen érzések vezetnek el ide. Ez nem egyik napról a másikra történik meg, hanem ez egy folyamat, így Marika? Igen, és azt gondolom, hogy ez különösen ezekben az időkben nagyon fontos, hiszen most egy különleges időszakot élünk így a koronavírus kapcsán. Rengeteg ember egyedül marad most a házi karantén, meg a kijárási korlátozások miatt, és ezért is különösen fontosnak tartom személyesen én azt, hogy erről a témáról beszélni, és tudnunk kell, beszélnünk kell erről, mert rengeteg embernek megváltozott most az életkörülménye. Nem mindenki lehet a családtagéval, a szeretteivel egy fedél alatt, és nagyon sok idős ember maradt most egyedül. Ezekkel a helyzetekkel valahogyan szembe kell nézni, és ugyan van rengeteg internetes lehetőség, csak nem mindenki tud ezzel élni. Tehát én különösen azokra az emberekre gondolok most, akik mondjuk nem feltétlenül tudják az internetet kezelni vagy használni, és most egyedül maradtak. Egy létkonfliktus is megélnek, hiszen ők a veszélyeztetett időszakban, a veszélyeztetett korcsoporthoz tartoznak, és megélhetik azt, hogy magukra maradtak a négy fal között, és mi lesz így velük. Tehát nagyon sok idős embernek az a konfliktusa, hogy ha bármi történik velem, akkor majd csak napok után találnak meg esetleg. Úgy halok meg, hogy ezt senki nem fog erről tudomást szerezni, és ez egy teljes zavarodottság állapotát tudja előidézni. Nem beszélve arról a létkonfliktusról, ami a túlélésem, az életem alapvető szükségleteinek a nem teljesüléséből származik. Elfogy a nyugdíjam, nem lesz pénzem, nem lesz, aki elmenjen bevásárolni. Itt fogok éhen halni a saját otthonomban, és senki nem fog nekem segíteni. Ezek azok a helyzetek, amelyek ilyen állapotokhoz vezetnek, és különösen most fontos erről beszélni. És nagyon örülök annak, hogy Karesz erről is részletesen beszámol az új könyvében. Igen, és hát ezért tartjuk ebben a megváltozott időszakban naponta a GNM online ügyeletet, hogy ezek az emberek, akik felcsatlakoznak, és most már átléptük az 500-as hallgatóságot ezeken a webkonferenciákon, ezek az emberek egy közösségben érzik magukat, és legalább este nem úgy fekszenek le, hogy félelemben. Ezért dolgozunk, de nagyon lényeges, vannak egyszerű dolgok, mert ez nem csak ez az időszak nem fog örökké tartani, tehát mi van akkor, ha egy zavarodott embert látunk? Lehet, hogy nagyon komoly anyagi bizonytalanságba került ilyenkor. Nagyon fontos, hogy a család a zsebébe nyúljon és megtámogassa
azt az idős embert, aki ott van, hogy nyugodjon meg, hogy van pénze, nem lesz problémája, tehát itt nagyon fontos a családi együttműködés. És ezzel akkor a lét bizonytalanság az, ami anyagi jellegű, az természetesen így megoldható. Én gondolok arra is, hogy nem csak anyagi szinten kellene ezekkel az emberekkel foglalkozni, hanem minőségi időt is kellene velük tölteni, illetve biztosítani arról az érzelmi támaszról, ami ezt a helyzetet kialakítja. Pontosan arra gondolok, hogy abban a pillanatban, amikor egy ilyen családtagunk van, vagy bármilyen ismerősünk, akinek a viselkedésében valami furcsaságot vélünk észrevenni, akkor ne gondoljuk azt, hogy jó, hát most éppen rossz napja van, vagy ne keressünk kifogásokat arra, hogy konkrétan vele beszélgessünk, mert úgysem lehet vele értelmesen beszélgetni, úgysem érti, úgysem fogja fel. Pontosan itt van az óriási felelősségünk, hogy hogyan bánunk azokkal az emberekkel, akik most egy kicsit furán viselkednek. Van egy olyan példa, amit el tudtok mondani, és publikus, hogy valaki zavart volt, de ez nem maradt így. És a zavarodottság az mennyi idő után tekinthető zavarodottságnak, hogy ez most egy perc, vagy egy óra, vagy egy nap, amikor azt látom a másikon, amit az előbb említett, hogy nem tudja, hol van, mennyi az idő, hogy nem tudja, hogy kik a gyerekei, a anyukája. Mit lehet ilyenkor tenni? Volt ilyen példa, amikor ez megoldott? Hát egy nagyon kedves példa, mert egy nagyon közeli hozzátartozónkkal történt ez meg. Még háziorvosként működtem, nagy társaság volt nálunk, és az idős néni, a Kati néni, hát hirtelen, hogy is mondjam, eszméletét vesztette. Az akkori tudásommal, hát én hívtam a mentőket, mert egy agyvérzésre gyanakodtam, és hát megéltő egy-két különleges dolgot, de hát nem a saját kis házában volt Kelet-Magyarországon, hanem egy új környezetben, nyilvánvaló ez egy idős ember számára mindig probléma. A lényeg az, hogy bekerül a kórházba, és teljesen zavarodott állapot lesz, mert ugye a zavart tudatállapotot a kórház konfliktus is be tudja hozni, mert mit jön meg egy idős ember? Behoztak ide engem meghalni. Ezzel az érzéssel van a kórházban, és ez teljes zavarodottságot fog okozni. Hát ez a drága Kati néni, ez ott mindenkivel veszekedett, mivel hát előtte ifjúkorában sok baja volt a rendszerrel, mindenkit lekommunistázott, a vécé helyett a konyhába ment elvégezni a dolgát, stb. De hát mindent elviseltek, mert hát én vittem be, és hát szóltak, hogy valami gond van, de miután hamar kiderült, hogy nincsen semmi különösebb problémája, már szervi problémája, beállították a gyógyszereit, hát körülbelül 5 nap múlva mentem is érte, kihozom a kórházból, így visszanéz, Kacsikám, én itt voltam? Azt mondom neki, igen. Hát jó, és mentünk tovább. Teljesen tiszta lett. Ahogy kihoztam a kórházból, teljesen feltisztult, az ott történt dolgokra nem emlékezett, de utána még nagyon sokáig jó egészségnek örvendezett, és hát így megmaradt ez a történet nekem szép emlékemben, és ugye utólag tudtam én ezt rekonstruálni, hogy akkor tulajdonképpen mi történt. De ez a történet is benne van a könyvben természetesen. Én is szeretnék egy történetet ezzel kapcsolatban elmesélni, én nem ismerem a történet másik főszereplőjét. 3 héttel ezelőtt kaptam egy levelet, amit elolvastam a tárgymezőben mindenféle értelmetlen szavak, illetve néhány nyomdafestéket nem tűrő kifejezés is jelentkezhet, és olvastam, nagyon kuszának tűntek a sorok, összefüggés nélküli szavak, és az egész a tárgymezőben volt, tehát nem a levél tartalmában, ez teljesen fura volt számomra, aztán körülbelül a 18. szónál rájöttem, hogy itt komoly probléma van, és azonnal írtam a hölgynek egy levelet, hogy nyugodjon meg, tudom, hogy mi a problémája most valójában. Szeretném, ha tudná, hogy nincs egyedül, és csak egy enter távolságra vagyok tőle, és fent fogok még lenni, úgyhogy nyugodtan válaszoljon, ha gondolja.
és végigolvastam a levelét, szeretném, ha tudná, hogy nincs egyedül, rám számíthat, és elküldtem neki az arhaikus varázsdallamot, a más tudentem Mietjenderről, szerintem Karesz később még fog beszélni, és írtam neki, hogy szeretném, ha tudná, hogy nincs egyedül. Tehát van valaki, akire számíthat, aki elfogadja, aki megérti. Elküldtem a levelet. Nekem az volt az első gondolatom, hogy itt egy nagyon komoly zavarodottság állapota lép fel, és nem is biztos, hogy tudja, hogy ki vagyok én, vagy hogy éppen kinek ír, de már az a tény, hogy valakire számíthat, hogy valaki ott van vele, valaki, ha virtuálisan is, de fennmarad, és idézőjelbe téve vigyáz rá, és kapcsolja be ezt a zenét. Már ez nagy segítséget jelent. Valóban másnap a hölgy írt egy levelet, amelyben elnézést kért a vulgáris kifejezésekért, meg úgy végigolvasta, hogy ő mit írt, meg én mit válaszoltam. És azt mondta, hogy elkezdte hallgatni a zenét, és egész éjjel pisélni járt ki. Most teljesen jól van, és nagyon megkövetett a használt szavak miatt, illetve szerette volna tudni, hogy mi ez a zene, és akkor elküldtem neki az összes olyan linket, ahol a Karesz weblapjáról erről ismereteket szerezhet. Mai napig is hetente levelet vártunk a hölgyel, remélem, hogy hamarosan ennek a helyzetnek vége lesz, akkor személyesen is tudunk vele találkozni. Tehát ez egy akkora siker, hogy ismeretlen emberrel, ismeretlenül akár 20-22 szóból is lehet tudni, hogy neki mi a gondja, mi a problémája, és úgy lehet segíteni, hogy gyakorlatilag csak egy pár sorba kerül. Ez egy számomra egy fantasztikus megtapasztalás volt. Vagyis van megoldás. Van megoldás. De mindig a helyzet. Mert Karesz említette az előbb, hogy amikor mozgatjuk az időseket, az számukra nagy konfliktus lehet, és ugye ebben a megváltozott helyzetben ez elég gyakran előfordul, hogy akarata ellenére egy idősebb embernek mozdulnia kell. A kérdésem, hogy Karesszel említette, hogy a túlélés, az anyagi hiánytól való félelmét megoldhatjuk úgy, hogyha adunk neki pénzt, említetted a minőségi időt, hogyha arra kényszerül egy család, hogy mozgatnia kell egy idős tagját, mi az, amit tehet, hogy ezt jól csinálja, és ne kerüljön zavarodottságba az idősebb illető, vagy ha már ott van, mit tehet, hogy ezt csökkentse? Hát mindenképpen tisztázni kell ebben az esetben, amikor nagymamát átvisszük hozzánk, hogy melyek azok a tárgyi emlékek, amihez ő mindenképpen ragaszkodik. Hogy az legyen vele. Az legyen ott a közelében, és az új helyet, ahova beszeretnénk költöztetni, az ő beleegyezésével és jóváhagyásával alakítsuk ki, vagy alakítsuk át, ha éppenséggel az úgy neki nem tetszik, hogy mindenképpen amennyire lehet érezze jól magát az új helyen. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ha ez nem történik meg, és nem talál semmit se ugye ott, ahol ő kereste eddig, akkor beindul az a konfliktusa, hogy képtelen vagyok kijelölni a területemet. És ez fogja elindítani az inkontinenciát, vagyis innentől egyszer csak becsepeg a vizelet, és aztán jöhet a pelenka. Aztán nyilván, hogy még további konfliktusok is adódhatnak, ez ugye környezetétől függ, hogy mi mindent élhet meg egy ilyen átültetett idős ember egy új környezetben, de én azt gondolom, hogy az empátia, ahogy ezt mi fogalmazzuk, a minőségi idő, amit ráfordítunk, amikor tudatjuk vele, hogy mennyire fontos ő nekünk, ez akkor teljes mértékben egy olyan segítség, ami pénzben ki nem fejezhető. Mi érzünk meg hozzátenni, hogyha kényszeredetből mozgatni kell valakit a családunkban ebben megváltozott körülményben, mi az, amit csináljunk, hogy ez jó legyen, vagy legalább ne legyen nagyon rossz? Karesz az előbb említette az empátiát, vagyis az együttérző képességet, ezt én is nagyon fontosnak tartom, illetve a kommunikációt, hogy hogyan közelítünk meg valamit, hogy mire figyelünk, hogy arra figyelünk, hogy minél gyorsabban kapjuk fel nagyanyót és vigyük el magunkhoz, vagy megfelelő felkészültséggel, megfelelő idő befektetéssel próbáljuk ezt elmondani, és nem arra fókuszálnánk, hogy most nálunk új játékszabályok vannak, és most neked kötelező ezzel
egyetértened és kötelező szót fogadni, mert az én házam az én váram. Ez egy nagyon rossz gondolkodási irány. Nyilvánvaló mind a két féltől alkalmazkodást kíván meg a helyzet, hiszen olyan emberek kerülhetnek most egy fedél alá, akik mondjuk nem szoktak hozzá egymás jelenlétéhez, tehát ennek már magának a helyzetnek is vannak súrlódási pontjai, de én azt hiszem, hogy az együttérzés, az, hogy beleképzeljük a másik helyzetébe magunkat, hogy milyen az független, önálló emberből átmenni egy megtűrt nagyanyó szerepébe valahol máshol, ez nagyon fontos lenne mindannyiunk számára felismerni. Az együttérzés, empátia, a kommunikáció minősége is fontos, hogy itt a közös megoldásban gondolkodjunk, abban, ami bennünket összetart, összefog, és nem abban, amiben különbözünk egymástól. Illetve még az is fontos lehet ebben az időben, hogy tudjuk az együttélés, az együttműködés alapjait lefektetni. Itt, ha a kölcsönös elfogadás, a kölcsönös tisztelet és a kölcsönös szeretet elveire helyezzük a hangsúlyt, akkor azt hiszem, hogy ezek az időszakok is viszonylag zökkenőmentesen átélhetőek, és nem túlélhetőek, hanem átélhető, megélhető az együttlét öröme is akár. Ez lenne jó. Bízunk benne. Ez a következő kérdésem az lenne, hogy mit tudunk tenni azoknál a viselkedés módosulásoknál, amikor olyat hallok, érzek, ízlek, tapintok, ami, mint kiderül, mások szerint nincs? Hát igen, ezek az érzékszerveket érintő konstellált állapotok szintén nagyon, hát hogy mondjam, egy nagyon kedves történet jut eszembe. Tanfolyam után jött el egy hölgy, egy természetgyógyász egy konzultációra, mert 2 éve ő már nem érzett illatokat. Ugye kiderült, hogy mindegyik megfelelési kényszerben élt az apjával szemben, mert megsúgták neki, hogy de tudtad, hogy apád nem kislányt, hanem kisfiút akart? Na, és innentől ő ki akarta szimatolni, hogy de miért nem jó ő úgy, mint kislány, és nyilvánvaló ebből adódóan egy ilyen embernek a fő konfliktus vonala, hogy így mondjam, tehát amit ő mindenre lefordít, hogy ki akarja szimatolni a veszélyt. Tehát több ilyen szaglás konfliktusa volt a hölgynek. A lényeg az, hogy elment egy ilyen családállításra, ahol bevitték az apjával való konfliktusba, de nem tudták kihozni, és ott elveszett a szaglása. Abszolút nem érzett semmi illatot. Mondom, 2 év után találkoztunk, és a konzultáció nagyon érdekesen alakult, mert sikerült az apjával való konfliktust feloldani, hát nyilván egy magasabb szinten, mint amilyen szinten az keletkezett, és abban a pillanatban a szaglása visszatért. Ott sírt a vállamon, és visszajött a szaglását, tehát beleszagolt a kávés poharamba, azt hittem, hogy kiszippantja belőle a kávét, akkor hát annyira élvezte, hogy élvezi a kávé illatát, tavasz volt, nyíltak az orgonák, kirohant, így lehajtott őket, megszagolta, de láttam egy boldog embert, és hát ettől. Hát ez felejthetetlen élmény. De van olyan is, amikor szaglás, látás. Ez egy érdekes dolog, mert ezt egyszerűen paranoiának nevezik, amikor a látóközpontnak mind az üvegtesti reléje, mind pedig a retina reléje érintett. És hát az üldözési mánia kifejezésben ugye benne van, hogy milyen félelem, hátulról jövő félelem van. A hátulról jövő félelem mindig a látóközpontba fog becsapódni, és attól függ, hogy ezt a félelmet én hogyan értem meg. Mert benne kell legyen egy üldözés érzése, tehát valaki jön utánam, valaki üldöz engem, és ez lehet ember, de lehet állat is, a nagy fekete kutya, vagy éppen a mutogatós bácsi, és kell még mellette legyen egy, ez a üvegtesti relé, és kell legyen még egy kép, egy borzasztó kép, amit láttam a múltban, és bevillan nekem, ami
ami, ahogy Hammer doktor ír, egy torokszorító félelemként, tehát mintha hátulról megfogom a torkodat, és el vagy kapva, elkaptalak. Tehát ez a fajta hátulról jövő félelem egy olyan látványtól, amitől az ember teljesen ledermed. Tehát egy borzasztó dolog. Na most nyilvánvaló, hogyha ez egy személyhez kötött, és erre is van példa a könyvben, hogy az illető kislány épp az apjával kapcsolatban éli meg ezt a konfliktust, akkor egyszerre lesz mind a kétre leérintett, és már is kialakult az üldözési mánia, és hát egy ilyen ember hát mindenhova bebújik, megnézi, mindenütt a veszélyt keresi. De nagyon egyszerű dolog az, ha háromszor visszamegyek, és megnézem, hogy tényleg elzártam a csapot, tényleg kihúztam a konnektorból a vasalót. Ezek már figyelmeztető jelek, hogy valami nincs megoldva. De vannak még egyéb jelek is szerintem. Ezek csak nagyon enyhe dolgok, de ez a paranoiának nevezett állapot, ez gyakorlatilag egy fel nem oldott, hátulról jövő félelemnek a következménye. Paranoiásról? Talán én inkább a megoldásról szeretnék beszélni a könyvben. Mielőtt belemegyünk a megoldásba, mit nevezünk egész pontosan paranoiának? Tehát, hogy látok valami olyat, ami egyszer a múltban megtörténtem, és meg fog ismétlődni, ez az a kép, amit mondtál, illetve van egy ember vagy egy állat, ami jön és üldöz, ez a kettő együtt? Nem éppen erről van szó, mert ha láttam valamit, ami félelmet hagyott bennem, és az a félelmem, hogy megint meg fog történni a jövőbe, ez már a migrén. Igen, és akkor mit nevezünk paranoiának? Honnan tudom a másikon, akivel együtt élek, hogy most éppen paranoiája van, vagy nincs? Feltűnően gyanakvóan viselkedik. Ezt így tudnám egyetlen mondatban. Feltűnően gyanakvóan, mindig nézi, hogy kiköveti, hogy kihallgatja le, hogy hol vannak olyan veszélyforrások, amelyektől neki óvakodnia kell, de olyan paranoia is van, hogy mondjuk az üldözést a hatóságokkal szemben éli meg, és az a félelme, hogy a hatóságok őt követik, stb. A paranoiának a kialakulásához szeretnék két szót szólni, ha erről szeretnél tudni, Zsac. Ez nem egyik napról a másikra hirtelen megjelenő dolog zömében, ez fokozatosan alakul ki. Pont ez a része a legnehezebb, mert vannak olyan emberek, saját ismerősi körömben is, akik mindig egy kicsit bizonytalanabbak, gyanakóbbak voltak, ők mindig kerestek valamit, ami a háttérben zajlik, viszont ez egy bizonyos ideig még csak egy elviselhető szinten van. Gondolok itt olyan esetekre, hogy a vásárláskor figyeli, hogy tényleg azt írták-e be a blokkra, amit ő vásárolt, vagy nem, ezek ilyen kedves kis bogókás gesztusokként indulnak, de mindegyik mögött ott van ugyanez a konfliktus, amiről Karesz beszélt, ez az üldözés, hogy nem vagyok biztonságban, hogy menekülnöm kell, hogy valami jön felém hátulról, és nem tudok ezzel mit kezdeni. És de mi jön a blokknál? Tehát amikor megnézem a vásárlást, ott milyen? Hát, hogy itt állandóan be akarják csapni, tehát hogy ő állandóan gyanakszik arra, hogy valaki megrövidíti, becsapja, több pénzt vesz el tőle. Ez a hozzáállás, ez a gyanakú hozzáállás, hogy mindig valaki rosszat akar majd nekem, és nekem folyamatosan résen kell lennem, erre céloztam az előbb. Vagyis akkor itt még ott van a bűzkonfliktus is, mert azért azt be kell látnunk, hogy nem egy konfliktussal van dolgunk, amikor egy beteggel dolgunk van, hanem annak több konfliktussal van, tehát több megélése van, akár egy konfliktussal kapcsolatban is. A blokknál, és ne haragudjatok, most nagyon szó szerint veszem a dolgokat, ott nem hátulról jön, tehát ott előttem vernek át. Igen, de átvernek. Igen, de benne van a gyanakvás. A gyanakvás, amit már az az érzés tart fent benne, hogy őt hátulról üldözik. És ez csak egy mellékága ennek az egésznek, a megnyilvánulásnak, csak akkor látjuk komplexitásában ezt az egészet, ha kitérünk az apróbb részletekre, és nyilván minden gyanakva ember másképpen gyanakszik, nem így van? Igen. És hogyha paranoiásról van, hogy megkérdezem, hogy mitől félsz, vagy mi okozza ezt a feszültséget, a nehézséget, akkor miket mondhat, hogy rájöhessek, hogy erről van szó? Igen, erre szeretnék kitérni. Tehát van egy alapvető bizalmatlanságom a környezetemmel szemben, hogy becsapnak, hogy átvernek.
hogy valami olyan dolog fog történni, ami kikerül az én kontrollom alól, és ha ebben az állapotban élek meg egy üldöztetést, vagy egy üldözést, most lehet az kutya, vagy ahogy Karesz is mondta, lehet az ember állat, vagy egy helyzet, mert ugye az agyunk nem tesz különbséget a valóság, az álom és az illúzió között, sőt, néha szimbolikus értelemben is megélhetünk konfliktus, nem kell valaki szó szerint megrúgjon ahhoz, hogy én megéljek egy övön aluli támadást, tehát ez akár mint szimbólum is megjelenhet. Ha olyan helyzetbe kerülök, hogy mindent kontrollálni szeretnék, mindent a felügyeletem alatt szeretnék tartani, akkor a figyelmem szétforgácsolódik. És ezért is tartom ezt nagyon fontosnak, mert amikor minden életterületen, az életem minden aspektusában bennem van ez az alert állapot, ez a folyamatosan ugrásra készen lét, ezzel nagyon sokszor elveszítjük a valódi fókuszt. Ilyenkor tudunk belesodródni ilyen üldözési helyzetekbe, és ez sok hatványozza a konstellált állapot kialakulását. Hogy ezt... A paranoiás viselkedést hogyan tudom észrevenni? Hát megvannak a jelei, és itt megint a minőségi figyelemről szeretnék beszélni, mert ha valaki mindig is egy kicsit furább volt, ha valaki mindig is egy kicsit bizonytalanabb volt az életében, ha valaki mindig túlságosan nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy ki mit mondott a környezetében, attól teljesen természetesnek vesszük azt, hogy idővel, ahogy öregszik, egyre több a rigolyája, de ez nem korfüggő. Akkor, amikor olyan eseményekről számolnak be az ismerőség, családtagjaink, hogy az volt a megélése, megérzése, hogy őt követik, hogy róla az emberek beszélnek, vagy lát olyan dolgokat, ez ugye a vizuális paranoia témaköre, amit a többiek nem látnak, vagy hall olyan dolgokat, amiket a többiek nem hallanak, ez az auditív paranoia, amikor azt éli meg, hogy a villamoson, buszon mindenki róla beszél. De van ennek egy kedvesebb megnyilvánulása, ez az a hangokat, ez az auditív, igen, vagy a kedvesebb megnyilvánulása, az erotománia, hogy mindenki belé szerelmes, vagy egy híres ember szerelmes belé, és nem tudja kimutatni. Tehát a paranoiának többféle ága van, de mindaz, ami mindegyikben közös az, hogy elszakad a valóságérzéstől, elszakad attól a valóságtól, amit a többiek érzékelnek és látnak, és itt van az óriás felelősségünk, hogy ezt mi hogyan kezeljük. Hogy legyintünk, hogy már megint mondott valamit, biztos nem így gondolja, vagy ez a idővel csak rosszabb, vagy tényleg leülünk és végighallgatjuk. Zömében az emberi reakció az, hogy be akarjuk neki bizonyítani, hogy már pedig amit lát, hall, érez, az nem igaz, az nem valós. Ezzel csak felerősítjük a bizonyítási kényszerét, tehát gyakorlatilag nem azt segít. Éli meg, hogy hiába fordulok én a családom tagjaihoz bizalommal és őszintességgel, és elmondom, hogy nekem paranoiásnak mi a megélésem, mert nem értik meg. És biztos azért, mert ők is benne vannak ebbe a csalásba, átverésbe, és itt pontosan erre szeretném a figyelmet felhívni, hogy mennyire fontos az, hogy konfliktusorientáltan tudjunk leülni, beszélgetni. Az ő világában az, amit lát, hall, tapasztal, érez, gondol, számára teljesen valós. Mi meg akarjuk győzni általában ezt az embert, hogy ez nem így van, ez nem igaz, ne aggódj, nincs veled baj, nincsen semmi gond, csak beleképzelted, és néha hagyunk egy olyan érzetet ebben az emberben, hogy azért veled itt valami nem stimmel. Pontosan ezért hiánypótló ez a kiadvány, ami a Karesz összefoglalása, mert megtanít ezekkel az emberekkel kommunikálni, megtanít arra, hogy a lényegre figyeljünk, hogy ezekben a szavakban meghalljuk azokat a segélykiáltásokat, amiket a beteg maga nem tud megfogalmazni. Okozhat-e paranoiát egy határidő? Hogy azt látom, hogy 10 egységet tudok teljesíteni, 20 egységet kellene, de csak 5 egységnyi időm van, és azt látom, hogy soha nem tudom beérni. Hát ez már is 3 konfliktust is juttat eszembe. Az egyik az, hogy ezt megélem önleértékelésként, hogy már megint nem tudtam teljesíteni a
feladatot, a másik az, hogy bekapcsolom a turbóüzemmódot, vagyis beindul egy pajzsmirigy program. A harmadik meg elkap egy félelem a jövőtől, hogy már megint itt a határidő, és a félelem a jövőtől az már maga létre tudja hozni azt a pánikosnak nevezett félelem állapotot, amikor bennem van egy tehetetlenség, hogy itt vagyok, valaki sürgősen kéne segítsen, de nincs, aki segítsen, de ugyanakkor félek a napról napra közelebb kerülő határidőtől, és ez a kettő együtt tud egy olyan pánik hangulatot, vagy hangulatot, félelmi állapotot létrehozni, amit csupán csak a jövőre kivetített félelmeimnek, a hatványozott félelmeimnek a következménye. Egyezünk meg, hogy a jövő az teljesen illúzió. A múlt is egy illúzió. Még egyik sincs itt. Az egyik már nincs itt, a másik még nincs itt. Az egyetlen valóság, ami most van. És ha én arra koncentrálok, hogy most mit tudok tenni, akkor minden erőmmel meg tudom oldani a pillanatot. Ha én a jövőtől félek, akkor az energiám abba az irányba fog elmenni, és nem marad energiám már, hogy megoldjam most a dolgokat. És ezeket a helyzeteket azért, hogy mondjam, megint csak egy olyan tudatállapottal lehetne feloldani, amikor is a kezembe veszem az irányítást, az én döntésem fogja meghatározni az életemet, és nem a másoknak való megfelelési kényszer. És innentől kezdve teljesen másképpen fogom a dolgaimat megoldani, de hát ez, erről most innentől kezdve még holnap reggelig tudnánk beszélni. És volt esetleg egy ilyen élményed vagy tapasztalatod, mert közös munkánál többször előfordult már velem más résztvevőkkel, hogy megállapodunk mondjuk abban, hogy van 10-egységnyi dolog, amit meg kell tenni, és kap rá 100-egységnyi időt. Tehát nem a nyomás az, ami rossz, hanem hogyha ő lassan halad vele, nincs olyan funkció, hogy akármilyen lassan halad vele is elkészül. De amint bekapcsol ez a határidő szó, amint azt mondjuk, hogy jó, akkor ez az egyhetes munka egy hónap múlvára legyen kész, annyira nagy lesz a pánik, hogy a legnagyobb jó szándékot nem kicseszésből, hanem ez a pánikból úrrá veszi magát rajta, és ezt az egy hónapot maximális pánikban tölti. És hogy mi történik nála ilyenkor, hogyha ezt megfigyelem, mi az, amit én tehetnék? Ez szerintem azért van, mert van már az eddigi élettörténetében egy hasonló helyzet. És az emberi agy nagyon asszociatív. Tehát ha hasonló helyzetbe kerülök, akkor be tudom hívni az előző szituációnak az végeredményét, jobban mondva egy prediktív jelleget, egy előjósló jelleget is jelent ez az élettörténetemben. Gondolok, akkor maradjunk a te példádnál, és hogyha az a személy, akinek ezzel a feladattal szembesülnie kell, lehet, hogy egy sokkal azelőtt történt eseménynek a kellemetlen emlékeit hívja be, teszem azt, nem volt 10-egységnyi feladatra 100-egységnyi idő, hogy téged idézelek, hanem csak 7 vagy 8, és ő abban a helyzetben kudarcot vallott. És pont ez a, csak nehogy még egyszer kudarcot valljak, és ha valaki azt gondolja rólam, hogy én mennyire képtelen vagyok feladatokat ellátni, vagy az előző történetnek a következményei még mindig hatnak a jelen pillanatban, mert az előrelépésem, mondjuk egy szakmai előrelépésem múlott azon, amit a múltban nem tudtam megtenni, és azért vagyok még mindig ebben a pozícióban, amiben most vagyok, mert akkor megbuktam a vizsgán. És ez egy plusz feszültséget generál, és minél nagyobb ennek az időnek, ennek az eltelt időnek a nyomása, illetve minél nagyobb súllyal esik a latba az előtti konfliktus, meg nem oldottság, ugyanis elindul egy konfliktus tömeg mindenképpen. És hogyha nem jön közben újabb konfliktus, akkor ez időközben növekedni tud ez a konfliktus tömeg. Tehát egyértelműen ez a személy nem a jelen konfliktusra reagál, hanem még mindig az egyel az előttire, és ezért is tartom fontosnak azt, hogy ezt a fajta gondolkodásmódot, ezt a fajta nézőpontot, amit
Karesza könyvében szeretne átadni az olvasónak, hogy ezt magunkévá tegyük. Hiszen mi mindig az adott eseményre próbálunk reagálni, de nem biztos, hogy a társunk is még ebben van, hanem lehet, hogy egy sokkal azelőttibb, sokkal korábban történt eseményt nem dolgozott még fel, és tudjuk, hogy ez így halmozódik, és minél több fel nem oldott konfliktusunk van, annál érdekesebben tudunk viselkedni. Ha jól értem, akkor ezt azt mesélted most meg a könyvben is, hogy a paranoiánál akkor félünk, amikor hátulról van egy félelem, ami jön, és ha az előbb jól értettelek, akkor a migrénnek viszont az lett a kiváltó oka, amikor elől van egy félelem? A migrénnek az a kiváltója, ha mind a kettő van. Tehát, és egyik sincs feloldva természetesen, és egyszerre félek attól, hogy valami, ami a múltban megtörtént, az most újra meg fog történni. És akkor ezek az emberek mikor vannak a pillanatban? Soha. A múltban és a jövőben vannak. És hát akkor a homloklebeny és a nyakszíti lebeny, vagyis a látóközpont érintetésénettől teljesen logikus, hogy fény kerülése van. Az ilyen ember leereszti a redőnyt, mert zavarja a fény, és vannak egy fejfájása van természetesen, féloldali fejfájása van, stb. Tehát a valós migrénről beszélek, és nem a mondjam azt, hogy átlagos fejfájásról, amit valójában csupán valamilyen konfliktus megoldási fázisában lép föl, mert ödémás lesz a hammeri góc. Nyilván, ha több konfliktus is kerül megoldásra, akkor több ödémás agyirelé alakul ki a koponyába, és azt tudjuk, hogy ez nem tágul, mint a hason. Igen, arra gondolok, hogy nem tudja kinyitni a szemét, hányásig migráns, hogy ez esetben akkor van egy félelem, hogy mindjárt jön, és egy félelem, hogy ez megismétlődik az, ami mindjárt jön, és mindjárt el is érnek, bele is megyek. Hát, és közben még ugye ehhez akkor, hogy megértsük a hányást, mert nem minden migrénes fog hányni, de a hányás csak azért kerül bele, mert a hányás is az epileptoid krízisben kerül bele, akkor, amikor egy bosszankodást oldok meg. Tehát egyezünk meg, hogy a germán gyógytudomány azért egy fantasztikus tudomány, mert minden tünet mögött egy okot kell megtalálni. De vagyunk olyan intelligensek és olyan asszociatív gondolkodással, hogy egyetlen konfliktust legalább ötféleképpen fogunk lereagálni és nem tudatosan megoldani. Van egy félelem, van rá öt magyarázatom, és az öt programot fog elindítani. Félelem plusz a gondolat együtt adja azt az energiát, ami a hammeri gócba becsapódva elindítja a szervi változást. Amikor viszont az agynak mindkét oldalán van egy-egy megoldatlan konfliktus, na akkor jönnek olyan viselkedésváltozások először, aztán olyan konstellációk másodszor, amit már skizofrén állapotnak, tudathasadásnak nevezünk, ami teljesen egyértelmű és érthető, ha a könyvet elolvassuk. Tehát itt rengeteget lehet beszélni, és azért a cím az, hogy skizofrénia és a tudat és a viselkedés változások megértése a germán gyógytudomány tükrében, mert más a skizofrénia és más a viselkedés változás. És mind a kettőről szó van természetesen, és látjuk akkor a fokozatokbeli különbséget a kettőből. Mondjuk így alakul ki egy öngyilkos állapot. Mitől lesz valakinek az az érzése, hogy neki öngyilkosnak kéne lennie? Vajon mitől? Attól, mert kétszer élte meg a birtokvesztés konfliktus. Tehát az a legsúlyosabb konfliktus, főleg egy férfi életében, amikor azt éli meg, hogy minden elveszett. Tehát kirúgták a munkahelyéről, elhagyta a felesége és ellopták az autóját. Értjük? Tehát ezek olyan dolgok, na most akkor itt bele kéne menjek, hogy mi az, hogy férfias birtok, mi az, hogy nőies birtok, hogy megértsük, hogy mi az, hogy birtokvesztés, de ezt is a könyvben kifejtem, most nem mennék ki rá, csak hogy megértsük, hogy ebben az esetben, mivel egyik és másik oldalon is van egy becsapódott és meg nem oldott konfliktus, a sinek fogják eldönteni, vagyis az emlékeztető körülmények, a sinek, hogy a mérleg hova billeg. És ez változtatja meg, hogy mikor leszek én mániás, és mikor leszek depresszív. Itt jön be a depresszió és a mániának a kérdése is, ami nem egy különálló betegség,
hanem egy hozománya annak a konstellált állapotnak, hogy éppen mi került sínre. Most ha öngyilkos konstellációról, azaz, ahogy Hammer doktor nevezi, posztmortális konstellációról van szó, az ilyen embert könnyen felismerjük, mert ez imád temetésekre járni. Tehát van egy temetési menet, és csak beáll oda, és megy ő is. Vagy szeret temetőkbe kijárni, fényképezi a sírokat, feketébe öltözik, ez a kedvenc színe, akkor esetleg pontosan az a foglalkozása is ebből adódóan, hogy a halottakat előkészíti a temetésre, szépen rendezi. Tehát neki ez nem jelent konfliktust. És ezeknél az embereknél ugye nem mindegy, hogy mániás vagy depresszív. Amíg depresszív, ja, és foglalkoztatja egyfolytában a halál utáni élet, foglalkoztatja az, hogy ha én meghalok, akkor vajon a férjem kit fog elvenni feleségül, foglalkoztatja bármi, ami majd a halála után be fog következni, tehát mindig a halál körül vannak a gondolatai, és ez a megváltozott, mondjam azt, hogy gondolkodás, ez rögtön szembetűnő lesz egy kívülállónak is. Na most, hogyha csak beszél arról, hogy öngyilkos szeretne lenni, akkor tudjuk, hogy depresszív állapotban van, vagyis akkor a férfias birtokzónának a konfliktusai dominálnak, mint birtokvesztés, birtokféltés, birtokbosszankodás, területkijelölés. Tehát ezek dominálnak. Ezért a viselkedése depresszív, és beszél az öngyilkosságról, meg a halálról, meg ez a fő téma. Amikor megváltozik a helyzet, és ez a mániás állapotba kerül, akkor viszont meg is teszi. Akkor meg is teszi. Mitől lesz mániás? Attól, ha a női birtokzónába csapódott és fel nem oldott konfliktusai kerülnek sínre. És akkor itt jön a rémületfélelem, jön megint a birtokvesztés, ha férfiról van szó, de szexuális konfliktus, ha nőről van szó. Jön az identitás konfliktus, és ismét a terület kijelölés. Na most ezekbe hadd ne menjek bele, mert akkor a riport holnap reggelig fog tartani. A lényeg az, hogy ilyenkor azt az embert, aki fenyegetőzik azzal, hogy öngyilkos lesz, azt mindenképpen depresszív sínre kéne tenni, és Lékának van ezzel kapcsolatban egy története, egy tanfolyam alatt történt, ebédidőben, mikor hívott egy volt osztálytársam, hogy már pedig ő most öngyilkos lesz, és akkor Réka nagyon ügyesen áttette a depresszív sínre, eszébe juttatta a régi szép időket, amikor ő még ilyen vagány gyerek volt, és négy vasat tartott a tűzben, és hogy így, és hogy úgy, átment a nosztalgiába, és onnantól ez már nem történt meg. Tehát nagyon nagy felelősség, mondjam úgy, hogy a lelki segélyvonal másik oldalán úgy ülni, hogy nem tudom, hogy kell egy öngyilkos jelöltet, hogy is mondjam, a depresszív sínre rátenni. Ezzel nem arra szeretnénk bárkit is buzdítani, hogy akkor gyorsan próbáljuk meg a másik konfliktusain végig zongorázni, mert ezek károkat is okozhatunk. Tehát arra szeretnénk, én legalábbis arra szeretném felhívni a nézők figyelmét, hogy a konfliktus típusok, a germán gyógytudomány szerinti konfliktus típusok feloldásával ismerkedjen meg. Mindenképpen én azt hiszem, hogy ez nem egy egyszemélyes feladat, és a weblapot címe is az, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Nyilván vészhelyzet, vagy ilyen szükséghelyzet esetén tegyük meg a lelkünk szerinti legtöbbet, amit meg tudunk tenni, de abban a pillanatban, amikor ez az állapot elmúlik, akkor mindenképpen hathatós segítséget kellene ebben az esetben kérni. A hathatós segítség az én nézőpontom szerint az, hogy megismerni a germán gyógytudományt, megtanulni
ezeknek a konfliktus típusoknak a kiváltó okait, hogy az miért alakult ki, mi a konfliktus háttere, hogyan gyógyul, milyen fázisai vannak, mik a tünetei, és ezt a konfliktust helyesen felismerni. Itt azért bölcs belátóképességre is szükség van, tehát ne az anyósunkon, szomszédon kísérletezzünk ilyen esetekben, hanem forduljunk olyan emberhez, aki most hazabeszélek orvosként, látja összefüggésében az esettörténetet. Mindenképpen fontos az, hogy ne becsüljük alá az emberi elme képességét, és ne gondoljuk azt, hogy ezzel csak külső hatásokra tudunk hatni. Nagyon sokszor elég lenne, hogyha feltárnák a konfliktusokat, és a konstellált állapot mögött húzódó konfliktusokról beszélek most, és nem a gyerekkori sérelmek feltárása lenne az elsődleges. Van, hogy erre van szükség, de ez nagyon kevés esetben mutatkozik így. A szuicid hajlam az mindig a közelmúltban, vagy az első kísérlet előtti időszakban keresendő. Természetesen borzasztó az, hogy vannak emberek, akiknek nagyon sok kellemetlenséget vagy tragikus eseményt hordoz a gyerekkora, de nem mindig ide kellene visszamenni, mert ezzel csak tetézzük a bajt, hogy lám-lám, most milyen szerencsétlen vagy, és még akkor is az voltál, hanem a legnagyobb belátóképességgel, a legnagyobb germánygyógytudományos szakértelemmel, és itt aláhúzom, hogy a germánygyógytudományos szakértelemnek van a döntő hangsúlya, mert rengeteg elmélet van erre, de azok az elméletek, amelyek nem a kiváltókkal foglalkoznak, azok nagyon szépek, nagyon jók, csak jelen pillanatban használhatatlanok. Rengeteg egyéb önismereti módszer is van, különböző életjavító, életminőségjavító dolgok bevezetésére, de én azt hiszem, hogy ezeknek ilyen akut helyzetekben nem túl sok értelmük és hasznuk van, vagy lehet. Itt mindenképpen az oki terápiát, az okok feloldását kellene megcélozni, és az örömhír ebben az, hogyha egy konstellált állapotról beszélünk, ahhoz két konfliktus kell, egyszerre egy időben az agyféltek két különböző részében, ebből ha már egyet feloldunk, akkor már megszűnik a konstellált állapot, tehát nagyon könnyen lehetne ezeken az embereken segíteni, hogyha megfelelő időben jutnának el a megfelelő emberhez, aki tudja őket segíteni, és itt persze nem csak a beteg, a furán viselkedő, hogy ne használjam a beteg szót, közreműködésére lenne szükség, hanem az ő családjának is, hiszen ez egy közös feladat, és ebben igenis a családnak is óriási szerepe volna. Itt szeretném felhívni a figyelmet a Miért akad el a gyógyulásunk című előadásra, ahol 10 pontban foglalom össze ezt az egészet, és befejezésül egy mindenki számára nagyon egyszerűen alkalmazható megoldásra szeretném felhívni a figyelmet, és ez Hammer doktornak a csodálatos arhaikus varázsdallam a My Student and Make Him. Ez a dallam döbbenetes eredményeket hozott már eddig is a mi praxisunkban, hiszen olyan dolgok oldódtak meg, amelyek másképpen nem is tudtak volna. Na most, ha valaki hajlandó megnézni a My Student and Make Him a gyakorlatban című előadást első lépésre, és ír egy levelet nekem, hogy kéri az eredeti dallamot, akkor azt fogja megkapni, és nem valami hamisítványt tölt le a YouTube-ról. Szóval, és Hammer doktor az eskütételt helyettesítő nyilatkozatában kijelenti, hogy ezt minden betegének ő ingyen adja. Mi is követjük ezt az utasítást. A lényeg a következő. Ez a dallam a biológiai programra hat. Már is szeretném a mindenkinek az elképzelését helyére tenni. Igaz, hogy egy csodálatos, gyógyító dallamról van szó, de a dallam hallgatásával a konfliktust még nem oldjuk föl. A dallam hallgatása abban segít, hogy a futóprogram minél hamarabb lezáruljon. Éppen ezért akadályok az optikai sinek.
ezek felfüggesztik a dallamnak a hallgatását. Tehát ha valaki hallgatja a dallamot és nem lát semmi változást, annak az a következő, annak az az oka, hogy a naponta, két naponta optikai sínre kerül. Nos, ha konfliktus aktív szakaszról beszélek, már pedig ezek a konstellált állapotok ebben az állapotban jönnek létre, amikor a két konfliktus nincs megoldva, mind a kettő konfliktus aktív szakaszban van, csak hol az egyik, hol a másik kerül sínre. Ha elkezdem hallgatni ezt a dallamot, akkor ezt a billegést, ez a dallam kiegyenlíti, és épp olyan normálisan fognak működni ezek az emberek, mint azelőtt. Felhívnám a figyelmet egy hosszú esettörténetre, ami az utolsó esettörténet a könyvben, a terhességi pszichózisról szóló esettörténetre, mert ott részletesen kitérek arra, hogy mi van, ha nem hallgatja a dallamot, és mi van akkor, ha ismét hallgatja a dallamot a hölgy. Tehát mindenkinek ajánlom figyelmébe. A lényeg az, hogy amikor konfliktus aktív szakaszról van szó, akkor letranszformálja ennek a konfliktus tömegnek a tömegét, és egyre kisebb lesz, és ezért sokkal könnyebb lesz ezt megoldani. Nyilvánvaló, hogy a tudatos megoldás még mindig a betegnek a feladata. De ameddig hallgatja legalább ezt a dallamot, és nem kerül, mondjam azt, hogy optikai sínre, addig teljesen normálisan fog működni. Tehát itt ez egy csodálatos dolog, nyilván meg kéne hallgatnia hozzá az erről szóló webkonferencia anyagot, és akkor mindenkinek ez jó lenne. Uh-huh. És összegzésképpen mi az, amit meg fogok tudni tenni, mi az a probléma, amit meg fogok tudni oldani, hogyha elolvasom a könyvet? Hát először is az, hogy rájövök, hogy szóval ő azért viselkedett így, mert tényleg az ő életében ott volt ez meg ez a konfliktus. Erre egyszerű laikus ember is rájön. Megpróbáltam minél laikusabban fogalmazni, de egy nagyon komoly szakmai könyvről van szó ugyanakkor. És ha már rájöttem, hogy mi okozta az ő viselkedés változását, akkor legalább én már nagyobb empátiával tudok feléje fordulni, nagyobb megértéssel. És innentől kezdve már nem jelent számomra konfliktust, hogy ő hogy viselkedik, mert van bennem egy megértés, egy elfogadás, és az a lényeg, hogyha tudjuk alkalmazni ezt a csodálatos dallamot, akkor nagyot, de nagyot tudunk segíteni abban, hogyha nem is oldja meg, mondjam úgy, a konfliktusait, de legalább a viselkedése kiegyensúlyozott lesz. Tehát ez az egyik dolog, hogy rájövök, hogy mik a valós okok. A dallammal rájövök, hogy mi a megoldás. Három, rájövök arra, hogy tudok, vagy nem tudok rajta segíteni, illetve hogy hova forduljak, ha segítségre van szükségem. A weblapon minden, de minden anyag ingyen elérhető. Vannak weblapok, germán gyógytudománnyal foglalkozó weblapok, ahol nem így van. De én azt gondolom, hogy azért ingyenesek ezek az előadások, hogy bárki, aki mondjam azt, hogy germán gyógytudománnyal foglalkozik, és itt csak a Rieke Gerd Hammer anyagaira szeretnék utalni, és nem egyéb forrásokra, tehát hogy azoknak legyen meg egy részletesebb kifejtés arról, amit Hammer doktor távirati stílusban leírt a tudományos táblázatban. Mert az tényleg egy nagyon tömör összefoglalása a germán gyógytudománynak, egy táblázatban az egész medicinát összefoglalni, azért azt gondoljuk el, hogy ez nem egy egyszerű dolog, de tökéletesen a lényeg benne van. Viszont az elérhető ingyenes előadások anyagoknak a megismerésével válik részletesebben, megérthetővé, megrághatóbbá ez az egész. Tehát itt a kérdés csak az, hogy ki mennyi időt hajlandó arra szánni, hogy változtasson. De ameddig a gondolkodásán nem változtat, addig őt ez nem fogja érdekelni. Addig mutogatta másikra, hogy ő a hibás. Én azért szenvedek, mert ő olyan. És akkor már bent vagyunk a pokol háromszögébe, ami megint egy olyan hely, amiből ugye van kijárás. Igen, én is elsőként olvastam el ezt a könyvet. És hogy fogalmaznád, mi az, amire képesek leszünk, hogy meg fogunk tudni oldani? Karesz nagyon szerény ebben a témában. Én nem vagyok orvosdoktor, tehát a laikus szemével olvastam el ezt a könyvet, és nagyon tetszett az, hogy
bár jártos vagyok a Karesz által a germán gyógytudományban, de a lehető legérthetőbben és a lehető legközérthetőbben beszél erről a komoly témáról. Az első ajándék, amit ebben a könyvben megtaláltam, az egy magasabb szintű rálátás. Mert nagyon idegesítőek ezek a furcsa, különc emberek. Tehát azok, akik nem illeszkednek a mi világunkba bele, és azt látjuk, hogy deviáns a viselkedés, nagyon kirívó, nagyon eltérő a viselkedése, és valahogy azt éreztem az egész kapcsán, erre gondolva, hogy nem értjük meg egymást, sem ők nem értik meg, hogy miért nem látjuk azt, amit ők látnak, hallanak, tapasztalnak, és mi sem, hogy ők hogy látnak olyat, ami nincs. De pont ezzel a könyvvel kapunk erre egy nagy rálátást, hogy meglássuk azt, hogy neki mi a problémája valójában, és ne az ilyen apró, kirívó viselkedésekkel, beszólásokkal foglalkozzunk, hanem nézzünk egy kicsit mögé, hogy mi a kiváltó oka. Ez egy óriási ajándék ebben a könyvben, mert ezt a gondolkodásmódot mutatja be, esettörténeteken, különböző konstellált állapotokon keresztül, hogy ne a megnyilvánulási formával legyünk elfoglalva, ne ezzel legyen a figyelmünk, hogy már megint mit csinált, és már megint mit mondott, hanem hogy vajon mi áll e mögött. Ez az első ajándék, a rálátás. A második ajándék az, hogy eszközkészletet nyújt az olvasónak, mert ha felismeri, hogy mi áll e mögött, hogy mi lehet az alapkonfliktus, akkor rámutat azokra a lehetőségekre is, hogy ezeken az embereken hogyan lehetne segíteni. Nyilván nem feltétlenül egy könyv szükséges ahhoz, hogy mindenkin segíteni tudjunk. Ez csak egy elindító, egy katalizátor szerepet jelent ez a könyv. Meg kell ismerni a germán gyógytudományt, mi a képzéseinket, az utolsó napot, a harmadik napot, a háromnapos képzésünkből egy egész napot szentelünk a megoldásra. Ezekkel a megoldásokkal felvértezve, a germán gyógytudomány alapos ismeretével a család is fel tud készülni ennek az embernek a tovább segítésére. És ez a második ajándék, hogy egy eszközkészletet ad, megmutatja, hogy hol kellene hathatósan is aktívan segíteni ezt az embert. A harmadik ajándék pedig egy olyan belsőséges kapcsolat kialakítása az olvasó is teljes mértékben annak az embernek a fejével látja a világot, akit az esettörténeten keresztül bemutat Karesz, hogy egy picit bele tudunk ezeknek az embereknek a bőrébe bújni, belülről látjuk ezt a helyzetet, tehát nem csak a mi szemszögünk változik meg, és mert megértjük, hogy mi a gond, és hogy hol tudnánk neki segíteni, hanem látjuk az ő belső világát is, és ez pontosan ezért érzem a legnagyobb ajándéknak, mert ha másik szemszögéből, a másik nézőpontjából is rálátok egy helyzetre, akkor pontosan tudom, hogy mik a belső kételjei, azok a problémák, amikkel ő szembesül, látjuk azokat a gyötrődéseket, azokat a vívódásokat, amelyek ezek a mögött a deviánsnak, vagy nem normális viselkedésnek a hátterében állnak, és ez az egyik legnagyobb ajándék a könyvnek, úgy érzem, hogy igen, megmutatja, hogy mi a gond, megmutatja, hogy hogyan tudok segíteni, és megmutatja annak az embernek is a perspektíváját, mert néha lehet, hogy én azt gondolom, hogy erre vagy arra van szüksége, de és talán itt van az akadémikus orvoslás rákfenéje, hogy nem a beteg szükségleteire, a beteg szükségére, problémájára nyújt orvoslást, hanem valamire, amit ő kívülről azt gondolja, hogy neki szüksége van. Itt van a germán gyógytudomány alapvető erőssége, hogy azokra a kérdésekre felel, amelyek ebben az emberben megjelennek. És volna még egy, ami hát csak az fogja észrevenni, aki nagyon odafigyel a mondatok üzeneteire. Rengeteg olyan mondat van eldugva a könyvbe, amivel nem csak a másik embernek a viselkedését értem meg, hanem elgondolkodhatok azon, hogy én mikor akarok
azon a gondolkodáson változtatni, amivel eddig leéltem az életem. Fennak ilyen költői kérdések a könyvben, hogy mi lenne, ha kipróbálnánk? Mi lenne, ha nem így állnék hozzá, mondjuk egy aggódáshoz? Mert vannak emberek, akik aggódnak. De én úgy gondolom, hogy ezt jó lenne akkor itt befejezni, mert talán a közönségnek nagyon fontos lenne, hogy ő maga fedezze fel ezt a könyvet.